Idén-nyáron ismét pattog majd a labda a Tiszaligetben, hiszen újra megrendezik azt a kosárlabda tábort, ami nem csak hazánkon belül, hanem határainkon kívül is rendkívül népszerű. Ez a Basketball Camp Szolnok. A Kmézics Zorán nevével fémjelzett táborban külföldi edzőktől tanulhattak a kosaras palánták, nem lesz ez másként idén sem, de ezúttal a Szolnoki Kosárlabda Akadémia szakemberei is csatlakoznak a programhoz. Mind szervezésben, mind pedig a lebonyolításban lényegében együtt fogunk dolgozni. Eddig is szerveztünk táborokat, tehát a két cég külön-külön szervezett tábor, de most azt gondoljuk, hogy ez a legkézenfekvőbb, mindenki számára ez a legideálisabb, hogyha együtt összefogunk, erősebbek vagyunk, azt gondolom hatékonyabbak vagyunk, és egy ilyen döntés született, hogy közösen fogunk ettől az évtől nyári tábort szervezni a kosárlabda szerető és művelő gyermekek számára. A tábor magas szakmai színvonaláról mindent elmond, hogy olyan külföldi szakemberek érkeztek és érkeznek a Tiszaligetbe, akik játékosként, szakemberként letették névjegyüket Európában. Az érzők általában hoztam, ugye én magam is dolgoztam, a feleségem is dolgozik a táborban, aki nagyon sikeresen és most nagyon jól dolgozik a Pécsi Akadémián, ugye a fiatal korosztályok, a juniortól kezdve, sőt a senior klubban és a Peacban dolgozik, ott a játékosok egyéni képzéseken, és a junior csoportnak a másodedzője, de mindig hoztam olyan edzőket kintről, akiről tudtam, hogy tényleg olyanok, hogy jó helyeken dolgoztak, hogy rendelkeznek egy olyan tapasztalattal, meg olyan tudással, hogy tudjanak más mutatni itt is. Mi is neztünk ugye ezeket, meg a gyerekek is nagyon szívesen részt vettek. És most is ugye ez a lényeg, hogy ezek a gyerekek, akik dolgoznak egész évben egy edzővel, nem ugyanez az edzővel dolgozzanak most is a tábor alatt, hanem legyen más valaki, aki más tudja megmutatni, és egy kicsit más munkával tudnak fejlődni. Két turnus lesz, az első június 27-től, a második július 4-től. A városi sportcsarnokban és a szabadtéri pályákon edzenek majd a fiatalok, és a szállás is a Tiszaligetben lesz. Mivel más városokból, ha a járványügyi intézkedések engedik, más országokból is jönnek gyerekek, természetesen része a programnak az is, hogy a táborozók megismerjék Szolnokot. Beszélhetünk arról is, hogy milyen sok szép partja lett Szolnoknak az utóbbi időben. Nagyon modern közösségi tereket alakítottak ki a városban, úgyhogy ezeket is szívesen látogatjuk majd. De természetesen, ahogy az előttem szólók elmondták, főként a kosárlabdára itt a főszerep, és nagy öröm számukra, és büszkék is vagyunk rá, hogy azok a gyerekek, akik már hallottak rólunk, igazából túlságosan nem is kell marketingolnunk a tábort, mert visszatérnek, és szóról-szóra terjed a tábornak a híre, és akkor elhívják a barátaikat, barátnőiket, és akkor általában közösen jönnek a táborba. A táborban nagy hangsúlyt fektetnek a motorikus képességek fejlesztésére, az erősítésre. Két fő részből áll a munka, általános és speciális programokra különül el, így a lehető legtöbb területen fejlődhetnek majd a fiatal kosarasok.